szeretjük, amikor tényleg egy hét van, mert akkor tudunk rendesen kondizni, meg van mindenre az idő, egyéni képzésre is, úgyhogy rohanós edzésre, kemény edzésre, védekezésre, úgyhogy mindenre van időnk, és mindenre van időnk arra, hogy felkészüljünk a meccsre. Mondhatjuk azt, hogy most dől el a sorsunk, most kiderül, hogy beérik-e a munka, amit eddig elvégeztünk. Nagyon bízom a csapatban, úgy gondolom, hogy keményen dolgozott mindenki, nem csak ezen a héten, hanem az egész szezonban. Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen egy nagyon harcos csapattal találjuk majd szembe magunkat, de semmi sem lehetetlen. Azért megyünk oda, hogy nyerjünk. Nagyon-nagyon fontos, hogy két mérkőzésbe gondolkodok, tehát abszolút nem gondolom, hogy az első mérkőzés után pró vagy kontra itt eldől valami, hiszen ne felejtsük el, hogy a BL 8 között vagyunk, itt már nagyon-nagyon jó csapatok vannak. Nem véletlen került ide az Odense is. Az Odense kerete nagyon erős, és mint általában a skandináv együtteseknek, nekik is erősségük a gyors kontratámadásokra épülő játék, nekünk is a legjobbat kell nyújtani, hogy nyerjünk.